Kucsora Gábor már itt nálunk a kanapén, és azt hiszem Bennyt elvesztettük, mert megtalálta a Berki Natinak a gokártyát. Hát az az egyik apropó, hogy Benny erre is kanyarodj azért, gyere, mert apa olyan dolgokat fog mesélni, hogy... Hogy szombaton újra vigyázz a gyerekkel vagyok. És hát megint lesz egy pár vicces pillanat. Hát lesz egy pár vicces pillanat, bár ugye minden nap nálunk vicces pillanat, a Bencivel eléggé sokat szoktunk bolondozni. Szabi mindig szokta mondani, hogy hát majd a sírba visszük lassan. Állandóan összefú. Jó, szeretetből, hogy érzed a hangját. Persze, hát most annyira kicsináltuk, hogy szegény lebetegedett, úgyhogy nem tudott velünk eljönni. Oh. Úgyhogy vagy csak meg akarja úszni a karácsonyi főzőcskézés biztos. Gondolod? Nem. Kikészítetek, hogy lesz ez a karácsony? Neked fontos egyébként? Azt gondoltam volna rólad, hogy úgy te, amíg mondjuk nincs a Benny, hogy te annyira nem vagy egy ilyen karácsonnyal foglalkozó. Jól gondoltad. Nekem sose volt fontos. Nekem az a része volt fontos, hogy a családdal együtt. Ez ajándék meg legyen. Nem. Sose szerettem egyébként így az ajándékozást. Én szerettem mindig adni. Ez a kapni, ez olyan volt, hogy tudod, néha vagy eltalálták, hogy mire vágyott az ember, vagy nem. Zokni, megint zokni. Jó, nem. De inkább adni nagyon szerettem, illetve én tényleg azt szerettem, hogy amikor jött a kis csengő, jó, be, meg utána kajáltunk, együtt voltunk. Egyébként én meg azon a napon nekem mindig edzés volt, úgyhogy én mindig úgy voltam, hogy addigra jövök haza, amire fel van díszítve. Nem szerettem, abszolút nem. És hát tényleg amióta van a Benny, azóta, hogy így azért erőt vettem magamon, és ez így... Elképzelhető, hogy volt a karácsony, más, így beszúrt a lapátot így a földbe, két ilyen izét volt, hogy ott kint. Tízom, rohadt, én eldobtam minden, ezt nem fogom csinálni, ezt nem hiszem. Azóta mi fenyő van. Azóta mi, igen. És hogy telnek most idén az ünnepek? Nálatok gyűlik össze a család, vagy vándoroltok nagyszülőről nagyszülőre? Jézuska hozza a fát nálatok? Jézuska hozza a fát, az ajándékot, mindent, igen. Nálunk lesz a karácsony. Benny, nem szeretnéd ide jönni egy kicsit? Ide? Ülni? Csücs? Gyere ide, tekerek ide, és én azt hallottam hogy... az egyik angyalkát, hogy van valami mondók, amivel készülsz. Igen, én ezt nagyon szívesen meghallgatnám, meg Luca is meghallgatná. Gyere. Utána mehetsz. Igen. Egy, mondasz nekünk egy mondókát, és utána... Kocsival mehetsz? Kocsival. Na, gyere. Hogy van az a mondóka? Hogy van az a mondóka? Halljuk a... Pista bácsi fűréssel dolgozik, fűréssel húzatolja, húzatolja, Mustafányét arabolja. Hát ez nagyon ügyes vagy. Hogy hasonlítanak az apjával egymáshoz? Nézd, még a hajuk is így ugyan oldalra fésülnek. Ez az, mehet. Köszönjük tovább. Szépen, mehet. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk. Megszólalt végre. Nem, úgy, nálunk, te tanítottad neki? Nem, hanem ez a karácsonyi ünnepség volt az óvodában, és hát ez a szülőkre készültek a gyerekek, úgyhogy végre először kiállt a Bence, és végre először megszólalt is volt, mert ugye, az anyáknak ünnepségen anyuka beült, engem meglátott, apa, hello, és kiviharzott, hogy kint ültünk, majd hozta nekem a rózsát. Na, anyukádnak adnod, de légy szíves. Nem, neked. Képzeledjük, hogy ekkor emberbe megy egy óvodába, ahol mindenki ekkorára van mindent csinál, vagy hova tudnak ültetni egy óvodába téged. Aki már készítette a könyvcsatornáit, hogy nem vagy most a gyerek végre. És a gyerek így kívül hazudik. Hello, apa, gyere. Úgyhogy visszatérve a karácsonyra nálunk lesz, és jön át mindenki, szüleim, nővérem, gyerekekkel. Mennyien lesztek? Anyósom. Hát ilyen 7-8-an leszünk, hát és akkor ilyen ottalvásos lesz, mindenki ott alszik, úgyhogy most tényleg egy ilyen nagy igazi pizsipart is karácsonyi múli lesz, és akkor másnap meg mindenki megy a saját dolgára, megyünk Kiskunhalasra, Szabinak a nagymamájához, barátok, család, keresztülők, úgyhogy ez a 24-25-26, ez tényleg így a családról szól. És hát akkor utána majd a barátokkal van még közös karácsonyozás. Te mondjuk mennyit válasz egy ilyen karácsonyi készülődésből? Tehát akár a konyhában, akár a fafaragásnál, akár a díszítésnél, vagy mondjuk a gyermek szórakoztatása és távoltartása nem, a tűz közelből. Most már segítek a díszítésben, azt szoktuk, amikor a Bence lefekszik, akkor hozzuk be 23-án ugye este. Igen, szerintem igen, a dobozza lehet doboz, a mikrofonnak, mindjárt mindjárt leszedjük. És akkor este feldíszítjük a fát, a karácsonyfát a Benninek, és hát hogy a bevásárlásban ezekbe abszolút segítek, a főzésben abba nem, az ki van osztva, az úgy csináljuk mindig, hogy minden családban ki van adva, anyukámnál, nővéremnél ki mit csinál, hogy ne egy emberre háruljon minden, és akkor így megoszlik, és akkor így tök jól, és nincs senki se leterhelve.
Ilyenkor van valami megszorítás, hogy hány kalóriát ehetsz egy nap, vagy ilyenkor nem érdekel, három napig nem érdekel semmi? Ilyenkor nincsen. Majd leedzed a két ünnep majd között. Majd két ünnep között edzés. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Meg hát ezt a versikét is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a mondókat. Én nagyon köszönöm, hogy a Bence ezt elmondta, és legalább megszólalt végre.